Szeretettel köszöntöm a hallgatóságot. Kis bevezető magamról. Én Miskolcon születtem, de most Gödöllőn élek, és mezőgazdász vagyok, agrármérnök. Ennek megfelelően a hasonlataim nagy részét is a mezőgazdaságból veszem. Az előadás felfogható a könyvbemutatónak is, ugye madarat tolláról, embert istenéről. Kezdeném egy idézettel. Máté Imre Jotengrét című könyvéből származik az idézet. Ha egy nép elfordul saját védelmező istenétől, és ahelyett más nép védelmező istenét imádja, aláveti magát ama népnek is, melynek istenét elfogadta. A könyv az részben biblia elemzés, részben pedig a természet jelenségeit hozom párhuzamba a társadalom jelenségeivel. De le is teszem, mert azért nagyjából emlékszem, hogy mi van benne, és így egyszerű beszélni. Az ember lelkét nagyon sok minden alakítja. Akár jár az ember hittanra, akár nem, a bibliai teremtéstörténet valahol mélyen az ember tudatalattiában ott van. Innen-onnan kósza hírekből még a teljesen vallástagadó családokba is bekerül ez a történet. Úgyis az a történet, amit mindenki ismer, az ugye Ádám és Éva paradicsomi jelenete. Ugye amikor engedetlenek voltak, és ugye a jó és rossz tudásának fájáról ettek. Na most ezt a jelenetet nagyon sokan szokták elemezni, és nagyon sokféleképpen értelmezik, viszont valahogy olyan értelmezéssel még nem találkoztam, amikor az egész történetet erkölcsi kritikának vetik alá. Ugye gondoljunk bele, mi történt a paradicsom kertben. Mégiscsak felolvasom a bibliai idézetet, mert úgy lesz szöveghű. Ugye idézet következik a Bibliából. Ugye miután az Úr ugye észrevette, hogy mi történt, hogy engedetlenek voltak a teremtményei. Azt mondja, az asszonynak mondta, felette igen megsokasítom viselősséget, fájdalmait. Fájdalommal szűrsz magzatokat, és epeked el a te férjed után, ő pedig uralkodik te rajtad. Az embernek pedig mondta, mivel hogy hallgattál a te feleséged szavára, és ettél arról a fáról, amelyről azt parancsoltam, hogy ne egyél arról, átkozott legyen a föld te miattad. Fáradtságos munkával élj belőle életednek minden napjaiban. Töviset és bogáncskórót teremjen te néked, s egyed a mezőnek füvét. Orcád verítékével egyed a te kenyeredet, míg len visszatérsz a földbe, mert abból vétettél. Mert por vagy te, s ismét porrá leszel. Na most nézzük meg ezt az idézetet a magyar népélek szempontjából, vagy bármilyen földművelő népnek a szempontjából. Hát itt büntetés az, hogy töviset és bogáncskórót terem a föld. Na most, hogyha megnézzük a magyar paraszti hagyományt, vagy mondom bármilyen földművelő népnek a hagyományát, akkor nincsen fölösleges növény, vagy nincsen káros növény. Minden növénynek megvan a helye, megvan a haszna. Orcád verítékével keresed a kenyeredet. Ez büntetésként van az Ószövetségben, ugye Mózes első könyvében, büntetésként szabják az emberre. Ehhez képest a földművelő nép számára ez az életnek a lényege. De hogy komolyabb szaktekintélyt idézzek, ne csak én elemezgessem, Reményik Sándornak mondanám el a Föld című versét. Szóval kérdezem, a vers végén ne tapsoljon senki, mert nem irodalmi délelőttet szeretnék tartani, hanem a bibliai idézettel szeretném párhuzamba állítani Reményik Sándornak a versét. Ugye a költők, különösen a népi költők, a népléleknek a megszólaltatói, ezért olyan nagyon fontos. Tehát Reményik Sándor, Föld, alkonyba nyúló fekete szántás, őstelevény, te szomorú barázdás, ki rejted, őrzöd a jövő életet, szenteltessék meg, Föld, a te neved. Szenteltessék meg a te neved, Föld, akiben minden új alakat ölt. Nyugalomba fordul a szív, az árva, kalászba a mag, a halott virágba. Ki felszívod az esőt, harmatot, s ajándokul a tengernek adod. Ki keblet sziklabordái alatt fakaszt a zúgó szent folyamokat. Kinek szívébe vágyón ereget az óriás fa örök gyökere. Az emberfecskék fészkét, aki tartod, s tűröd,
hogy megtiporják tisztes arcod. Mint anyához a tékozló fiút, hozzád hoz vissza minket minden út. Szemünk, ha bár a fénytengerét issza, lecsukódni csak hozzád kerül vissza. Ha Ikarosznak szárnya eltörött, te adsz neki még álmot, örömöt. Rögöt, munkálni arca a napkeletnek, s göröngyöt, amit majd utána vetnek. És gondoljuk meg, hogy a Bibliában, Mózes első könyvében átok hangzik el. Ugye az Úr, Mózes istene, megátkozza az asszonyt, megátkozza a várandóságot, megátkozza a férfinő kapcsolatot, megátkozza a földet, megátkozza a földművelő munkát, megátkozza a halált is. Mert hogy büntetésként szabja azt, hogy porból vagyunk és porrá leszünk. Ezt az átkot oldja fel Reményik Sándor a versében, ahol szenteltessék meg a földnek a neve, és hogyha mindenféle tervünk kudarcba fullad, akkor is az élet végén legalább ott van egy biztos pont, hogy visszatérhetünk a földbe. Természetesen ez a mesterséges rendszer ezt is igyekszik megakadályozni, hiszen mindenféle ládákba, urnákba és egyebekbe zárják a földi maradványainkat, de legalább egy része elszállhat a levegőbe. Tehát mondom, borzalmasan életellenes világban élünk. Úgy is mondhatom, hogy egy teljesen idegen létforma vert gyökeret vagy tanyát a földön. És ez az idegen létforma úgy idegen, hogy a földi élettől idegen létforma. Na most, hogyha kíváncsiak vagyunk, mi ez a létforma, nem kell nagyon kutakodni, mindannyiunknak a zsebében, háztartásában ott van, én is a kezemben tartom. Tehát a műszaki világ, a technokrata világ lebontja az életet. És igaz, hogy ezt használjuk ezeket az eszközöket, most pillanatnyilag kénytelenek vagyunk használni, csak nehogy azt higgyük, hogy ezeknek az eszközöknek a használata boldoggá tud bennünket tenni. Jelen pillanatban olyan környezetben vagyunk, ahol rákényszerít bennünket a társadalom, hogy ezeket az eszközöket használjuk. De hogyha a sors kereke úgy fordul, hogy ezek a műszaki eszközök kihullanak a kezünkből, akkor ne akarjuk erőszakkal visszateremteni a műszaki világot. Ezt a világot nem a Jóisten teremtette. A mobiltelefont, a számítógépet, a mikrofont, az autót nem a Jóisten teremtette. De a férfinő kapcsolatot, a füveket, a fákat, a mindent, ami éltet bennünket, az viszont a Jóistennek az alkotása. Azt ne tagadjuk meg. És a könyvekről annyit, hogy a Jóisten az üzenetét minden teremtményen keresztül küldi. De a könyveket mi írjuk? A könyvet olvasni kell és nem imádni. Na, és akkor térjünk vissza egy kicsit a mezőgazdasághoz. Tehát ugye egy mezőgazdász lelkületi nép számára Mózes első könyvében ezek az átkok, amik elhangzanak, ezek, hogyha nem tesszük helyre, mondom, Reményik Sándor versével nem tesszük helyre, akkor ezek az átkok, mint valami tüskék, egy életen keresztül mérgezik a lelkünket. Na most hasonló, bár kevésbé látványos mérgeket mi magunk is elhelyezünk. Ugye lesz itt egy előadás, amikor bemondták a címét, hogy olcsunk vagy ne olcsunk, hát mezőgazdászként én rögtön a gyümölcsoltásra gondoltam. És akkor itt megint elnézést, hogy a szent teheneket fogom illetlenül körbejárni, de ugye a gyümölcsoltás az nagyon sok ember számára a kertészet egyik csúcsát jelenti. Ugye ráadásul gyümölcsoltó boldogasszony napján ugye szertartásosan annak idején beoltottak gyümölcsfát, sőt idén porszombaton volt is egy ilyen rendezvény gyümölcsoltó boldogasszony tiszteletére. Ugye Kovács Gyula erdész, aki több száz kárpát-medencei gyümölcs tájfajtát mentett meg a pusztulástól, ő vezetett ilyen gyümölcsoltó szertartást. Én magam is oltottam ott gyümölcsfát. Viszont egy kicsit nézzük meg közelebbről, hogy a gyümölcsoltásnak milyen hatása van a sorsunkra. Először is egy kis elméleti alapok. A természetben létezik-e oltás? Nem tudunk róla, hogy a természetben a gyümölcsfák meghozzák a magjukat, a madarak, állatok, emberek, amelyik gyümölcsfának a magja, amelyik gyümölcsfának a gyümölcse jobban ízlik neki,
azt a gyümölcsöt fogják fogyasztani, ugye az ember is azt teszi a tarisznyájába, és utána a magját ösztönösen, ugye az emberben ez a természetes ösztön működik, hogy a magot nem a betonra, nem az aszfaltra köpöm, meg nem olyan helyre, ahol nem csirázhat ki. A tényleg az, hogy az emberben ösztönösen benne van, hogyha valami ízletes gyümölcsnek a magját elfogyasztja, a magot olyan helyre köpje, ahol annak a magnak esélyt ad a kicsirázásra. Ez nemesítés, szó szerinti nemesítés, mert amelyik gyümölcsfának nem ízletes a gyümölcse, ott a gyümölcs le fog pottyani, és a fa alatt nem tud az új kis magonc megeredni. Vagy ha meg is ered, az anyafa beárnyékolja, abból nem lesz gyümölcsfa. Abból a gyümölcsből lesz csak újabb gyümölcsfa. Annak a magját fogja csak ember, állat, madár terjeszteni, amelyik ízletes volt. Tehát ez azt jelenti, hogy nemzedékről nemzedékre ember, állat, madár vigyáz arra, hogy a gyümölcsöknek az ízvilága ne romoljon le. Ez a Jóisten által adott szaporítási mód. Magról kell a gyümölcsöt szaporítani. Na most az oltás mihez hasonlítható? Ugye, amit Tomás Gyula porszombati erdész csinált, az életmentő műtét, ugye a kihalás szélén állnak az őshonos gyümölcsfajtái, ezeket természetesen meg kell menteni, és nincs időnk arra, ezeknél az eltűnőben lévő fáknál nincs idő arra, hogy kísérletezzünk a magról való szaporításra, mert a mai lakosságnak nincsen ebben tapasztalata. És a magról való szaporítás az bizony türelmet igényel, mert lehet, hogy van olyan évjárat, amikor elvetek 6000 magot, és abból egyetlen egy magot se fog kikelni. Tehát a gyümölcsfák azért hoznak évről évre 1000 számra magot, mert lesz több olyan évjárat is lehet, hogy egyetlen egy mag se kezdheti el az új életet. Tehát a magról való szaporítás az igazi, de ahhoz türelem kell, odafigyelés, és nagy-nagy terület, ahol az ember a magokat szórja szét. Na most, hogyha sietni kell, mert mondom, fajtamentésről van szó, akkor természetesen az oltással, szemzéssel nagyon-nagyon sok helyre át tudom menteni azt a genetikai állományt, ami azokban a fákban volt. Tehát nem vagyok én oltás ellenes, vagy szemzés ellenes, csak a helyére kell tenni a dolgot. Mint ahogy nem vagyok könyv ellenes se, csak a könyvet nem imádni kell. Imádni a természetet kell, mert az a Jóisten alkotása. A könyv nem a Jóisten alkotása, az a mi alkotásunk, azt olvassuk el. A magról való szaporítás, az a Jóisten által adott természetes szaporítási mód. Ezt kell szentként tisztelni. Az oltás, szemzés, durványolás pedig úgy kell kezelni, hogy ez az embernek az eszköztárában egy olyan dolog, amivel adott esetben megmenthetem fáknak, vagy meghosszabbíthatom fáknak az életét. Na most, hogy néz ki egy oltvány? Ugye egy oltvány alapesetben is legalább két különböző növényből van összerakva. Van az alany, ő adja a gyökeret, és van a ráoltott nemes, ő hozhat leveleket, virágot, termést. Most a jelenlegi gyümölcsszaporítási módszerben az alany nem hozhat saját magot, tehát ő el van vágva a Jóisten által természetesen adott szaporítási rendtől. A nemes az hozhat virágot, hozhat gyümölcsöt is, de a magját nem fogja senki elültetni, hiszen már az iskolában, mezőgazdasági szakképzésben beleneveljük a gyerekekbe, hogy nem szabad a nemes fát gyümölcsről tovább szaporítani, mert elfajzik. Hát ez Isten káromlás. Természetesen szakmailag fel kell hívni a figyelmet, hogy igen, megvan annak a kockázata, hogy ha magról szaporítom a gyümölcsöt, nem olyan lesz az a gyümölcs egyed, mint amiről szedtem a fát. Hiszen van ugye egy anyanövény, apanövény, van porzó termő, hát a méhesse most, hogy honnan hozta azt a virágport, azt nem tudom. És hogyha körös körül a gyümölcsös kertekben csupa nemzetközi, túlnemesített fajta van, akkor onnan fogja hozni a virágport, és nekem hiába van őshonos tájfajta a kertemben, hogyha a környező területen mindenhonnan csak ezekről a nemzetközi, sehol se tájba illeszkedő fajtákról hozta a virágport a méhese, akkor valóban a tájfajtáról magot szedni ebben az esetben nem bölcs dolog. Tehát természetes, hogy a mesterséges környezetben van olyan, amikor a természetes szaporítás az kockázatos és kerülendő. De erre nagyon jó példát tudnék mondani, ugye Arany Jánosnak a Verszbárdok című versében ugye ott van, hogy anya ne szokta a csecsemőt.
Hát ez, ne, ezt azért nyilván nem a kisfoma gondozásban kell felolvasni ezt a verset, ez egy levert szabadságharcnak a keserű fájdalom kiáltása. De a 20. században volt ilyen, amikor a II. Világháború után nagyon-nagyon sok olyan életellenes dolgot szabadítottak rá a társadalomra a mezőgazdaságon keresztül, amit korábban tudatosan visszafogtak. Tehát igazából a bomlás, a sötétség kora mondhatjuk, hogy a II. Világháború után kezdődött. Az, ami előtte volt, az a nulló rosszul néz. Ami utána jött, az nagyon-nagyon komoly dolog. Ugye a DDT korszak. Mire használták a DDT-t? Hát a katonáknak, hadifoglyoknak a ruháját kezelték vele, hogy a ruha tetű az ne szaporodjon benne, és a kiütéses tífusz miatt ne halljanak meg emberek. Hát több ember halt meg kiütéses tífuszban, mint kivégző osztag által, vagy golyó által, vagy bármi által, vagy bomba által. Tehát lényeg az, hogy ugye ezt a rovarölőszert, a DDT-t, mint rovarölőszert, ezt alapvetően ugye háborús célokra használták. Na igen, nem, csak hát nagy mennyiségben gyártották a háború után, azért a terméket azt még se állíthatjuk le. Mit csináljuk vele, hogy a gyártókapacitás az jó, vagy akkor szabadítsuk rá a mezőgazdaságra. Rászabadították a mezőgazdaságra, olyan reklámfilmeket vetítettek, hogy a tengerparton, tipikusan amerikai reklámfilm, tengerparton piknikelnik egy vidám család, és pillekönnyű fehér ruhában ott röpköd a menyecske, a gyerekek ott labdáznak és egyebek, és elszáll felettük a repülőgép, és szórja a DDT-t. Ugye az egyik professzorom, aki már, ahogy szokták mondani, jobb létre szendőrült, ő elmondta, hogy ő akkor volt pályakezdő, amikor a DDT bejött a mezőgazdaságba. Azt mondta, hogy az egyik munkatársa, hát a korábbi rovarölő szerek, amik arzént, meg egyéb olyan dolgokat tartalmaztak, amit azonnal ugye az ember megkapja a visszajelzést, hogy nem biztos, hogy jó útja a növényvédelemnek. Tehát ahhoz képest ez ártalmatlannak tűnt, mert ugye a korábbi rovarölőszerek, például a nikotin, ugye a dohánynak a kivonata, hát hogyha az ember magára öntötte a dohány kivonatot, bőrön keresztül felszívódott és meghalt tőle néhány órán belül az ember. Na most ehhez képest a DDT-től éve, esetleg egy-két évtized is kellett ahhoz, hogy valaki belehaljon a mérgezésbe. Na most miután széles körben elterjedt a DDT használat, azután egyszer csak kiderült, hogy a bomlás termékeit nagyon lassan tudja a szervezet feldolgozni, ráadásul a szervezet nem tudja teljesen ártalmatlanítani, hanem a zsírszövetbe félreteszi, és amikor a zsírszövetet mozgósítani kell, fogyás, szoptatás, bármi más miatt, a tartalékot, ugye a zsírszövetben normális körülményeket mit tartalékol a szervezet? Például a vitaminokat, a zsírban oldódó vitaminokat. De hogyha zsírban oldódó növényvédőszer maradvány van, hát akkor az is oda kerül, azba a raktárba. És ugye a szoptatáskor felszabadul a zsírraktárakból, nem csak a zsírban oldódó vitamin, hanem a növényvédőszer maradvány is. És közleményben nyugat-európa lakosságát helyenként közleményben hívták föl, hogy az anyák ne szoptassák a csecsemőket, mert életveszélyes. És ugye Arany János versében ez, ami a levert szabadságharc fájdalom kiáltása, ez a kémiai növényvédelmi jóvoltából kézzelfogható hétköznapi gyakorlat lett. Tehát ezért mondom, nagyon-nagyon vigyázzunk, hogy értékeljük ezeket a dolgokat. Ugye amikor azt mondják, ugye a DDT feltalálóját, nem emlékszem a nevére, Nobel-díjat tüntették ki, mert mennyi ember életet mentett meg. Hát persze, mert a háborúban ugye kevesebb ember halt meg kiütéses típusban. És utána a békeidőben sokkal több ember, sokkal alattomosabb egészségkárosodást szenvedett. Tehát ez, hogy egy találmányt jónak vagy rossznak ítélünk, ez attól függ, hogy földrajzilag mennyire vagyunk hajlandóak kiterjeszteni a nézőpontunkat, és az időablakot mennyire vagyunk hajlandóak kinyitni. Nagyon jó példa erre az atomerőmű is. Ugye, amikor az atomenergiát még csak ígéret szintjén emlegették, hogy lehet belőle majd békésen ugye energiát termelni, ugye akkor azok, akik szerették volna a döntéshozókat és pénzadókat meggyőzni arról, hogy ez milyen jó dolog, azok azt mondták, hogy olyan olcsó lesz az energia előállítása, hogy csak jelképesen kell érte fizetni. Na most igen ám, csak hogyha hozzá számítjuk,
az új bányák felkutatásának, kinyitásának, kezelésének, utókezelésének a költségét, az erőmű felépítésének, karbantartásának, és utána a véget nem érő utómunkálatoknak a költségét, tehát hogyha az időablakot kinyitom 100 évre, 200 évre, 1000 évre, 10.000 évre, akkor kiderül, hogy ettől drágább energiatermelés még nem talált ki az emberiség, mint a nukleáris energia. Na most az a helyzet, hogy nem is biztos, hogy az emberi találmány. Tehát embernek, húsvér embernek ilyen hülyeség nem jut eszébe. De erről is egyébként írtam egy fejezetet, hogy szintén biblia elemzéssel jutottam arra a következtetésre, hogy az emberiség fejlődésébe külső erőszakkal beavatkozott egy idegen érdek. Hogy ez milyen jellegű, azt nem tudom, nem is akarok belemenni, de hogy idegen, nem földi jellegű, nem a földi élőlényeknek a logikáját követi az a beavatkozó rendszer, ezt nagyon-nagyon világosan ki lehet mutatni. Én csak egy rövid kis fejezetben vettem sorra, viszont Tóth Kornél Frigyes, ezt érdemes ezt a nevet megjegyezni, nem ismerem személyesen az illetőt. Tóth Kornél Frigyesnek van fent két munkája a világhálón. Az egyiknek az a címe, hogy Jézus vagy Mózes, a másiknek meg az a címe, hogy Jézus vagy Pál. Ugye kérdőjellel a végén. Dokumentum formátumban is, meg PDF formátumban is mindkét mű letölthető a világhálóról. És részletesen, módszeresen, bibliai idézetekkel Tóth Kornél Frigyes végigveszi azt, hogy perdöntő bizonyíték van, ha a Bibliát hitelesnek fogadjuk el, perdöntő bizonyíték van arra, hogy az emberiség történelmébe kívülről idegen érdek avatkozott be. És az, hogy most jelen pillanatban ennyire életidegen világban élünk, az nem a mi önzésünk, hülyeségünk vagy egyébünknek a következménye, hanem külső, műszakilag fölöttünk álló, erkölcsileg viszont mélyen alattunk álló idegen hatalomnak a beavatkozása következtében jött létre. Na most, akkor ugye, amit Géczi Gábor az előbb mondott, hogy nézzük meg, hogy most félni érdemes, vagy pedig bizakodni. Hát, hogyha félelmet kelt bennünk egy hírforrás a Nibiruról, az idegen bolygóról jött lényekről, meg egyebekről, az biztos, hogy nem vezet eredményre. Mi adhat nekünk folyamatosan bizakodást és folyamatosan bátorságot? Megint Reményik Sándornak a versére utal, hogy az életünk végén ott van egy biztos pont. Hát volt egy kapu, amin beléptünk ebbe az életbe, és lesz egy másik kapu, amin kilépünk ebből az életből. Hogy mi volt a belépésünk előtt, az nem tartozik ránk. Ebben az életben az tartozik ránk, ami a két kapu között van. Hogy mi lesz a kapu után, az megint csak nem tartozik ránk. Viszont egy valamit jó, ha tudunk, semmilyen cselekedetünk, semmilyen tettünk nem marad következmény nélkül. Hogy mi lesz a következménye, azt meg tudjuk időben, nem kell sürgetni. De ezt jó tudnunk, hogy következmény nélkül semmi nem marad. És mondom, a két kapu között az a dolgunk, hogy a lehető legtisztességesebben, lehetőleg erkölcsösebben igyekezzünk a Földet az ő természetességében megóvni ettől az idegen hatástól. A létrontó hatástól. És hogyha emiatt itt a földi életünkben elbukunk, adjon hitet nekünk az, hogy biztos, hogy ott van az a másik kapu. A haláltól szerencsére még a tudomány nem tudott minket megfosztani. Próbál megfosztani a születéstől is és a haláltól is, de jelen pillanatban még nem sikerült neki. Na, és akkor visszatérve az oltványra. Tehát amilyen sorsot adunk mi a kerti növényeinknek, olyan lesz a sorsunk nekünk is. Tehát ugye, ahogy mondtam, ugye az alany, a gyümölcsfánál, az alany át se élheti a szerelemnek a gyönyörét. Hát a szerelem a legfontosabb teremtőerő, lelki értelemben is, nem csak testi értelemben, de hát szellemi értelemben is, hát gondoljunk bele, hogy a legszebb zeneművek, költemények, stb. Azok mind szerelmi ihletés után keletkeztek, vagy alatt keletkeztek. Tehát ugye a szerelem a legfontosabb teremtőerő. Nem hagyjuk annak az alanynak, hogy átélje. Hát ezért az a helyzet, hogy büntetés jár. Hát hogyha ugye én, hogyha kertész vagyok, egy területnek a gondozója vagyok,
Nem a tulajdonosa vagyok annak a növénynek, hanem a gazdája. Kötelességem gondoskodni róla. És hogyha nem hagyom, hogy az a növény végigélje az élet teljességét, ne csodálkozzak rajta, hogyha az életben valahol nekem is csonkulni fog, sérülni fog az, hogy mit élhetek meg és mit nem. Ugye ráoltottuk a nemest, sőt van, amikor még közbeoltás is van, tehát ugye közbe csak, a közbeoltott az csak a törzset adja. Ő neki gyökere se lehet, levele se lehet. Ő csak szállító lehet. Na most akkor valaki képzelje el, hogy egész életében csak kamiont vezethetne. És nézheti az autópályát, meg a pihenőket, meg egyebeket. Csak szállítás, csak a szállítás lenne a dolga, és nem lehetne családja, és így tovább. Tehát itt nem arról van szó, hogy az az egyén fogja viselni a sorsát, aki a növény jeleztette. Nem, az élet nem így működik. A kollektív büntetésről azt szokták mondani, hogy igazságtalan. Lehet, hogy igazságtalan, de természetes. A természetben kollektív büntetés van, és kollektív jutalmazás. Az egyén az egy látszat. Az egyénnek a bűvöletét, azt igyekezzünk meg egy kicsit hátrébb szorítani, vagy legalábbis, hogyha valakinek megy, akkor akár elfelejteni. Tehát az individualizmus, az egyénközpontúság ennek a jelenlegi társadalomnak az egyik legkomolyabb betegség tünete. Most, hogy okozója vagy tünete, ezt én nem tudom eldönteni, de az egyén az önmagában életképtelen. Hát egyikünk se, még hogyha meg is tudnánk termelni az élelmünket, a ruhánkat, egyebeket, de nem tudjuk egyébként, de tegyük fel, lenne egy olyan szuper tehetség, aki meg tudja termelni. Mit ér az élete, hogyha nincs kivel megosztania az örömét? Hát volt egy amerikai film, megtörtént eset, volt, hogy egy középosztálybeli, hát meglehetősen gazdag családnak az elkényeztetett gyereke, ugye miután megszerezte a diplomát, úgy döntött, hogy eldobja magától a civilizációs ketyeréket, ugye az autóját ott hagyta valahol az árok, a pénzét elégette, és a szüleinek se szólt, a testvérének se szólt, és elindult gyalog, alkalmi munkákból élt, csövezett, stb. És a végén elment Alaszkába, hogy ott ő majd megvilágosodik. Megvilágosodott, halála előtt nem sokkal. Ugye egy menet közben őt ellátták mindennel, adtak neki fegyvert, szakkönyvet, mindent, ami kell a túléléshez. Talált ott egy lakókocsit, ott élt, és vadászatból tartotta fenn magát. Aztán amikor úgy gondolta, hogy most már visszatér a civilizációba, ja, és közben naplót írt, ezért tudjuk a történetét, naplót írt, és ez a napló, ez ott maradt ugye a lakókocsiban, ahol a holttestét is megtalálták később. Tehát amikor már úgy gondolta, hogy eleget tudott, most már megvilágosodott, akkor úgy gondolta, visszatér a civilizációba. Igen, csak megáradt a folyó, és nem tudott rajta átkelni. Azt, hogy ő nem tudott átkelni, ezt hagyján, de a vadak se tudtak rajta átkelni, és nem volt zsákmány, amit lelőhetne. És egész egyszerűen nem volt mit ennie. Igaz, hogy vitt magával növényhatározókat, de addig, amíg bölcselkedhetett, filozófálhatott és vadászhatott, addig nem forgatta a növényhatározót. Akkor kezdte el forgatni a növényhatározót, amikor már kopogott a szeme az éhségtől. És akkor a filmben ugye úgy mutatják, lehet, hogy ez túlzás, hogy éhségében elemlámpával ment ki. Nem valószínű, hogy elemlámpával, valószínűleg fényes nappal ment ki a valóságban. Összeszedett növényeket, amiről úgy látta a könyvben, hogy ehető, megette, és utána folyamatos hányinger, és tehát kínokban, görcsökben fetrengett. És a görcsökben fetrengve fellapozta, kicsit jobban megnézte a növényhatározót, és kiderült, hogy összetévesztette az ehető növény egy mérgező növényel, ami nagyon, nagyon hasonlított hozzá. És kínokban, görcsökben fetrengve megkapta azt a tanítást, amire kíváncsi volt. Tehát nem kell félni, kérj és megadatik. Ő kíváncsi volt, hogy mi az élet értelme. Hát halál előtt a Jóisten lehetővé tette, hogy átélje, hogy mi az élet értelme. És az utolsó mondat, amit le tudott vésni a naplójába, hogy a boldogság semmit nem ér, ha nincs kivel megosztani. Tehát az egyén az semmi. Az egyén az olyan, mint az új végeink. Hát az új végek önmagukban nem éreznek, ahhoz, hogy érezzenek, ahhoz valami központba be kell küldeniük azt, amit tapasztaltak. Tehát amit a másik emberrel csinálok, azt magammal is csinálom. Tehát ezért mondom, hogy a kollektív büntetés és kollektív jutalmazás, az lehet, hogy az individualista társadalom számára a legkegyetlenebb és legigazságtalanabb dolog,
De az a helyzet, hogy az individualista társadalom nem tudja a természet törvényeit felülírni. Aki a természet törvényeinek hadat üzen, az eleve bukásra ítéli saját magát. A természet törvényeiben csak kollektív jutalmazás és csak kollektív büntetés van. Az egyéni jutalmazás és egyéni büntetés az látszat, az pillanatnyi látszat, amiből nagyon-nagyon hamar föl lehet ébredni. Mint ahogy ez a fiatalember is felébredt ott a lakókocsiban. Na, tehát lényeg az, hogy az egyik ember, mint szakember, ugye kitalálta azt, hogy minden gyümölcsfát innentől kezdve már csak oltványként forgalmazunk, és közben a másik ember éli meg, ugye van a közbeoltott, aki csak szállíthat, aki a fának csak a törzsét alkothatja, és egy másik ember fogja ezt a sorsot megélni, mert ő egész életében csak szállító munkásként dolgozhat. Akkor az egyik ember, aki ott van a szaporodásnak az ösztön, hát gondoljunk bele, vannak olyan lányok, akik nagyon-nagyon korán, már általános iskolás korban érettek, teljesen érettek, testileg is, lelkileg is, szellemileg is arra, hogy családot alapítsanak. Igen ám, de szabványosított, hogy 18 éves kor fölött nagykorú az ember. És hát az ember hogy lehet szabványosítani? Az nagyon helyes, hogy a csavart azt szabványosítjuk, de az ember az nem csavarokból van összerakva. Tehát az életet nem szabad szabványosítani. A műszaki dolgokat kell, ezt a járó felületet, ezt nagyon jó, hogy szabványosították, de az életet nem szabad szabványosítani, mert az élet ellenes. Na, tehát visszatérve, hogy vannak a társadalomnak azok a tagjai, akikben a legerősebben lobog a szaporodás ösztöne, anyai ösztön, apai ösztön, szerelmi ösztön, azokat burkoltan, de nagyon-nagyon kíméletlenül bünteti a jelenlegi társadalmi rend. És hogyha jó tanuló, akkor elfogadja ezt a büntetést, és lesz belőle vagy anorexiás, vagy bulémiás, és kikapcsolja magát a szaporodásból. Pont ami az ő legerősebb tulajdonsága, azt a társadalmi elvárás kedvéért vissza fogja magában fejleszteni. Tehát nem az a kertész fogja a számlát fizetni, aki az oltást elvégezte, vagy kitalálta, vagy népszerűsítette, hanem a társadalomban majd valakik mások. De nyugodjunk meg, ha átlépünk azon a kapun, akkor a másik ember élménye az én élményem is lesz. És az én élményem a többi ember élménye is lesz. Tehát az élmények, a jó is, a rossz is összefut egy központba, és mindannyian át fogjuk élni. Tehát ezért mondom, hogy az egyéni büntetés és egyéni jutalmazás, ez egy pillanatnyi ilyen látszat. Pillanatfelvétel, úgy is mondhatni. De hogyha az egész filmet végignézzük, akkor rájövünk, hogy felelősséggel tartozunk az embertársaink sorsáért is, és az, hogy én hogy bánok a növénnyel a kertben, az befolyásolja, hogy a többi embernek milyen lesz a sorsa. Na, tehát, és akkor nézzük meg a nemesnek a sorsát, aki virágozhat, a szerelmet átélheti. Megtermékenyít a méhecske, tehát ugye gyümölcsöt is hozhat. De a gyermekei nem élhetnek, hát azt a magot nem veti el senki. Hát ez olyan, és mondom, nem akarom a kertészetet kárhoztatni. Nincs olyan szakterület, ahonnan ki ne lehetne mutatni jelen pillanatban ezt az életellenes rendszert. Csak mivel én mezőgazdász vagyok, hát én a mezőgazdasági példákból tudom kimutatni az életellenes rendszernek a működését. Na, és akkor nézzük meg, hogy a mai lányok közül, akik a legszebbek, legszemrevalóbbak, ő nekik milyen sorsot ad a társadalom. Ugye ismerjük azt a régi mondást, aki a virágot szereti, rossz ember nem lehet. Ez valaha igaz volt, az a helyzet, hogy ma a dísznövénykertészet, a kertészet legsötétebb, erkölcsileg legsötétebb ágazata. Ugyanis, hogy állítják elő a rózsát, gerberát, stb. Fóliasátorban, kőzett gyapoton, tápoldatozva, tápoldat az műtrágya oldatot, ilyen vegyszer oldatban fűzik a gyökere, és hogy az atkák, a levéltetvek, a gombabetegség és egyebek elne pusztítsák, ezért folyamatosan vegyszerrel kell permetezni. Aztán amikor magukat, a növényeket is. Esetleg magába a tápoldatba keverik be a vegyszert, hogy a gyökéren keresztül felszívja, és az egész növény mérgező legyen. Most képzeljük el, hogy erkölcsileg mit jelent, amikor megvettem a virágboltban azt a virágcsokrot, és átadom valakinek. És hát annak a növénynek már a fogantatásánál, nem is volt fogantatás, mert azt is csak így vegetatívan szaporították, hát a kőzett gyapotban, vegyszerfürdőben gyökeresztetett növényről, ugye levágták a virágot,
hűtőházban tárolták azért, hogy ugye a ballagásra összegyűjjön, meg a nők napjára összegyűjjön a megfelelő mennyiség, aztán kiveszik, megveszi valaki, felviszi a panellakás 5. emeletére, és hova fogja dobni, amikor elhervad? A kukába, még csak nem is komposztálódik. Tehát még csak nem is arról van szó, hogy jó, hát akkor tisztességgel eltemetem, beteszem a komposztdombba, és akkor legközelebb majd a paradicsom táplálkozik belőle. A legtöbb vágott virág a kukába kerül. És az a helyzet, hogy azok a lányok, akiknek a jelenlegi reklámok és egyebek azt sugallják, hogy szépnek és kívánatosnak, szexuálisan kívánatosnak kell lenni, mert akkor kap majd jó állást és egyebeket, ezeknek a lányoknak vágott virág sorsot szán a társadalom. Na most... És a vágott virág az azt jelenti, hogy addig, amíg tündököl, addig kényeztetik, és amikor már hervadni kell, akkor a társadalom a szemét dombra dobja. És lesz belőle öngyilkos, az öngyilkosságnak egyik módja az alkoholizmus, másik módja az anorexia vagy bulémia. Tehát ezt meg lehet nézni, erre nagyon komoly statisztikai kimutatások is vannak, hogy milyen életpálya, mekkora valószínűséggel vezet ezekbe a lassú öngyilkosságú folyamatokba. Na, és hogyha valaki látta az előbb a néptánc együttes fellépését, hát ugye az nem vágott virág, amit Géczi Gábor is felrajzolt. Tehát az a szoknya, ugye, ami a védelemnek a harangját jelképezi. A hajadonoknak az a hajviselet, ami szintén a védelmet. Vagy az asszonyoknak a főköte, ami szintén a védelmet. Tehát a létnek a védőburkait az ember a ruházatán és magán viselte folyamatosan jelképként, de nem csak jelképként, ezek ténylegesen védelmet adtak. Hát gyakorlatilag az, amit láttunk itt a néptáncos ruháknál, itt, tehát hogyha egy asszony vagy egy lány így van felöltözve, az király kisasszonynak vagy királynőnek lehet csak tekinteni. Hát, hogyha viszont férfiak, nők ugyanúgy öltöznek, akkor úgymond embertársak vagyunk, de most az embertársnak kevesebb tisztelet jár, mint hogyha én tisztelem benne még külön a nőt is. Na, tehát ugye, és akkor itt kitérhetünk egy kicsit a feminizmusra, hogy a feminizmus a gyakorlatilag a nőket a kiváltságaitól, a természet adta, vagy Jóisten adta kiváltságaitól fosztotta meg. A férfit pedig megfosztotta az élet értelmétől. Mert ha nincs egy királynő, akit szolgálhatok, akkor ugyan mi a fenének menjek, vagy nincs egy királylány, akit kiszabadíthatok, akkor miért fenének üljek lóra, miért vonjam ki a kardomat, és miért küzdjek meg a sárkányat. Inkább megkérdezem a sárkányt, hát ha tud nekem egy jó állást ajánlani. Na, de Géczi Gábor tanácsára térjünk vissza, hogy keressük meg a módot, hogy lehet kiszabadítani a sárkány fogságából a lányainkat. Na tehát visszatérve megint a gyümölcsfára. Hogy tudjuk a saját életünket is visszaterelni abba a mederbe, amiben élvezett az élet, nem csak kemény foggal, összeszorított foggal végig kötelesség. Hát apránként el lehet kezdeni. Nem azt mondom, ne dobjuk ki az oltványokat a kertünkből, meg hogyha valaki már jövőre meg akarja kóstolni ezt a gyümölcsöt, nyugodtan menjen el, vegye meg azt az oltványt. Tehát nem oltvány ellenes vagyok, hanem lassan, megfontoltan, de következetes szívós tudatossággal vissza kell hozni a kertjeinkbe a magoncokat. Vissza kell adni a magnemes gyümölcsfának a becsületét, és az elkorcsosodást, hogyha valaki azt mondja, hogy a magonc az mindenképpen elkorcsosul, meg kell védeni a magoncot, a magonc csak akkor korcsosul el, hogyha a környezetből nem tud a méhecske tisztességes fáról gyümölcs, fáról virágport hozni. Hogyha a szomszédnak is, meg a második, meg harmadik, meg negyedik szomszédnak is Kárpát-medencei őshonos tájfajtái vannak, akkor onnantól kezdve nincsen elkorcsosulás. Onnantól kezdve csak jót tud hozni a méhecske. Tehát válasszuk külön. Ugyanaz, mint amit Gábor mondott, hogy a gyerek meg az ember ösztönösen érzi, hogy mire van szüksége. Igen, természetes környezetben nem tud az ember rosszul választani, hogyha több gyümölcsöt kíván, hagyjuk több gyümölcsöt enni. De mesterséges környezetben be lehet csapni az embernek testét, lelkét, szellemet egyaránt. Hát a növényvédelem tudománya többek között erről is szól. Ugye erkölcsileg meglehetősen kétes éppen ezért a saját tudományterületem is. Mérgezett csalétek gyártása. Hát a legjobb ösztönökkel rendelkező állatot is át tudjuk verni. Csak kellően sokat kell róla tudni, és onnantól kezdve úgy fogjuk keverni neki a mérgezett csalétket,
hogy a gyanakvását a legtökéletesebben elaltassuk. Hát ugye tudjuk, hogy a patkányok nagyon dörzsölt állatok, vagy az egerek is nagyon dörzsöltek. Nem lehet őket olyan egyszerűen megmérgezni, mert hogyha az egyik evett a méregből, és ezt a többi látja, vagy el tud menni, és még a többinek valahogy úgymond elmondja, a többi nem fog enni a méregből. Ezért mit találtak ki? Nagyon-nagyon régóta kitalálták ezt már. Lassan ható mérget. Eszik belőle, nem érez semmit. Másnap is eszik, nem érez semmit. Harmadnap nem érez semmit. Aztán egy hét múlva belső vérzésekben elpusztul. És időben annyira elszakítják a méregnek a fogyasztását a hatás kijövetelétől, hogy nem fog összekapcsolni. Közben annyi minden más hatás is. Mire rádöbbennek, hogy mire a patkányok rádöbbennek, hogy mi volt a közös, bennük addigra már késő. Most ugyanez van, lassan ható mérgekkel van a társadalom átitatva. Most ezek lassan ható mérgek, azért nem kell félni, a patkányokat se sikerült kiirtani ezekkel a dolgokat. Ők is folyamatosan edzik magukat, és egyre dörzsöltebbek. Na most minket se lehet olyan egyszerűen a természetes életmódtól eltántorítani. Tehát természetes, hogy egyre kifinomultabban kell odafigyelnünk a kísértés erőire. Mert a kísértés lehet, hogy régen egyszerűen jött, most kifinomultabban jön. Most az a helyzet, hogyha kifinomultabb, akkor nekünk is kifinomultabban kell, és lassabban, türelmesebben kell védekezni ellene. Mert hogyha valaki most hirtelen kivágja az összes oltványt a kertjéből, hát azzal magára haragítja a szomszédot, a gyereket, a feleséget, férjet, mindenki. Hát ez esztelenség, nem pusztítással kell kezdeni, hanem hogyha az élet lehetőséget ad arra, hogy kinő egy magonc a kertemben, akkor azt a magoncat, azt fokozott tisztelettel kell figyelnem. És hogyha az a magonc az betegeskedik, nem érzi jól magát, úgymond a kert nem fogadta be, akkor nem kell sajnálni, nyugodtan ki lehet vágni. De hogyha mag egészséges, akkor hagyjuk növekedni. Legalább hagyjuk, hogy a természet megszólaljon rajta keresztül. Aztán utána meg fogjuk kóstolni a gyümölcsét sokára, lehet, hogy 10-15 év múlva. Megkóstoljuk a gyümölcsét, és akkor fogjuk igazán megérteni, mert a fa a gyümölcsön keresztül tud hozzánk a legközérthetőbben szólni. Hát az ízérzékelésünk az még nem tompult el teljesen. De hogyha a gyerekeinknek a mána ízű szörpöt, meg az ilyen-olyan mesterséges aromákkal elrontott gyümölcsjoghurtokat adjuk, meg ilyen gabonaszeleteket, meg egyebeket, lerombolja a mesterséges aroma, gyümölcsaromák, lerombolják a gyereknek a természetes ízérzékelését. És ez azt jelenti, hogy aki kisgyerekkortól kezdve ilyet eszik, az már süket lesz a természetnek erre a hangjára. Hát most ez lehet, hogy képzavar, hogy ízről beszélek és utána hangról. Tehát lényeg az, hogy nagyon-nagyon vigyázzunk, aki még nem rontotta el a gyerekeit, tartsa távol a gyereket ezektől a mesterséges aromáktól. A gyerek természetes ízeket érezzen, mert a természetes ízeken keresztül a természet ős tudását kaphatja vissza, akkor, amikor eljön ennek az ideje. Tehát nem kell félni, a természetnek az ős tudása elpusztíthatatlan. Viszont az, hogy mennyire könnyen kaphatjuk ezt vissza, ez azért rajtunk is múlik. Tehát, hogyha hagyjuk, hogy az érzékeink eltompuljanak, akkor nagyon-nagyon keserves úton kaphatjuk csak vissza. Tehát meg lehet kapni a bölcsességet úgy is, mint ahogy ez a fiatalember az amerikai filmben, hogy egyedül ott a lakókacsiben, görcsökben vonaglik, és aztán utolsó erejével levési ezt a mondatot az utókornak okulásul. Meg lehet kapni így is a tanítást, és lehet, hogy odaállt a kapu túloldalán, mert mondhatjuk, hogy mindegy, hogyha nagy árat fizetünk, annál nagyobb lesz a megkönnyebbülés. Mindenki döntse el, hogy ő mekkora árat akar fizetni azért, hogy a természet rendjébe visszakerüljünk, illetve a gyerekeivel mekkora árat akar fizettetni. Ahogy tőlem bölcsebbek mondták, nincs rossz út, van az út, meg van az úttalanság. Tehát amikor valaki úttalan és céltalan, akkor ő olyan kínokat él át, amit nem fog átélni, hogyha bár ezeket a kínokat nem fogja átélni, hogyha rálép az útra. Nehézségeket, megpróbáltatásokat, igen. Én azt mondom, hogy az életcélunkat keressük vissza, és keressük meg újra. És az életcél lehet valami nagyon apró dolog. Nem kell olyan nagy célt kitűzni, ami elérhetetlen, hogyha a pici célt elértük, és kellően erősek vagyunk hozzá, akkor a Jóisten, vagy az élet, vagy a sorskinek, hogy tetszik, meg fogja adni a nagyobb célt. Ha szükségünk van rá,
és hogyha a méltók vagyunk rá. És mondom, ilyen apró dolgokkal elkezdhetjük, hogyha szabadságra vágyok, vagy vágyom, akkor a növényeimnek is adjak egy kicsit nagyobb szabadságot. Hogyha szeretném az élet teljességét átélni, akkor a növényeimnek, állataimnak is engedjem, hogy az élet teljességét átélje. A tyúk mellé kell a kakas, a tehén mellé kell a bika. Az, hogy az inszeminátor járja végig a teheneket, ez természetellenes. És ennek meg lesz a sorsa. Ez azt jelenti, hogy ha ezt nem fordítjuk vissza, akkor a jövő nemzedékeknél már a természetes fogamzást, azt lehet, hogy büntetni fogja a rendszer. És majd csak az lesz illetékmentes és adómentes gyerekvállaló, aki majd az inszeminátorral helyezteti be a szaporítóanyagát szívehölgyének a méhébe. Tehát mondom, vigyázzunk, mert amilyen sorsot adunk az állatainknak, növényeinknek, ugyanaz a sors, a mi sorsunk is lesz. És én azt mondom, hogy nagyon-nagyon apró lépésekben, akinek nincs tehene, az ne kezdjen el felvonulgatni és tüntetni a tehéntartók ellen. Mindenki a saját portáján söpörjön. Az a meg hasonló, ezek a liberális ilyen állatvédők, ezek életellenesek és emberellenesek. A humanisták, embergyűlölők, tehát vigyázzunk, mert ezt bárkinek be tudom nagyon gyorsan bizonyítani. A humanista kiáltványból... Van idő. A humanista kiáltványból szedett idézetekkel, hogy a humanizmus alapvetően az embert rossznak tekinti. Hát akkor miért veszi az ember nevét a szájára? Ugye hiába az ember nevét se vegyük a szájára. Ugye a kapitalizmus az a tőkét pusztította el. Helyette a virtuális, fedezet nélküli látszatpénzt helyezte a gazdaság középpontjába. Ugye a szocializmus az a társadalmat építette le. A kommunizmus a közösségeket akarta szétrombolni. A feminizmus a női minőséget szünteti meg. Tehát vigyázzunk, mert az életellenes rendszernek mindig az a jellemzője, hogy zászlajára tűz egy csoportot, hogy majd én az ő érdekeit védem, de a tevékenységében nem biztos, hogy tudatosan, bár az egyének nem biztos, hogy ezt tudatosan csinálják, sőt, kiskérnék maguknak, a humanisták is kikérnék maguknak, hogy ők emberellenesek, feministák is kikérnék maguknak, hogy ők nőellenesek, de ha megnézzük a tevékenységük eredményét, mégiscsak amit a zászlajukra tűznek, azt rombolják le. Hát gondoljunk bele, az állatvédő, amikor azt mondja, hogy micsoda dolog az, hogy levágják az állatot. Hát legyen mindenki vegetáriánus. Tegyük fel, hogy mindenki vegetáriánus lenne. Onnantól kezdve a házi tyúknak nincs helye az élők sorában, mert díszállatra nincs szükség. Tehát díszállatnak ott van az aranyhal, az is épp elég szégyen. Díszállattartás az állat megcsúfolása. Tehát a tyúkra csak akkor van szükség, ha eszem a tojását, felhasználom a tollát, eszem a zsírját, a húsát, stb. Ha senki nem enné, akkor onnantól kezdve az élet könyvéből így kihúzhatjuk a házi tyúkot. Hogyha a tehénnek a tejét nem iszta senki, a bőréből nem készítünk övet, cipőt, stb. A húsát nem eszünk, a tehénre onnantól kezdve nincs szükség az élők sorában. Tehát vigyázzunk, mert miközben az állatvédők a zászlajukra tűznek valamilyen élőlényt vagy embercsoportot, hogy az ő érdekeit védik, ha végigmegy a folyamat, a végén eltűnik az élők sorából az a közösség vagy az a csoport, akinek az érdekeit úgymond védték. Na, tehát én azt mondom, hogy mindenki a saját portájára söpörjön, akinek nincs tehene, ne kezdje köpködni azt a tehéntartót, aki inszeminátort hív. Megvan az oka, megvannak a társadalmi kényszerpályák, ami miatt ő nem tud bikát hívni. És hogyha ha helyében lennénk, akkor észrevennénk, hogy mik ezek a kényszerpályák. De a saját pár négyzetméterén, vagy akinek több hektárja van, a saját több hektárján elkülöníthet 1-2%-nyi területet, ahol megpróbálja visszaadni az életnek a teret. Ugye Máté Imre Jotengri című könyvében, amit sokan szoktak szidni. De nem szidni kell azt a könyvet, hanem megnézni, hogy milyen értékek tett le Máté Imre az asztalra. Lehet vitatni Imre Vásinak a saját gondolatait, kell is vitatni. De azok az idézetek, amiket hoz, azok olyan bölcsességet tartalmaznak, amit a mezőgazdasági képzés során nem találhatunk meg. Ugye ott van egy teremtés elmélet, ugye Máté Imre Jotengri című könyvében ott van egy teremtés történet. És a teremtés történet azzal ér véget,
hogy eljutunk a mezőgazdasághoz, és azt mondja, hogy hagy helyet gyomnak, gizgaznak is, barázdákból, szántók forgóiból a gyomot írmagostul elírtani nem szabad. És akkor megdöbbenek rajta, hogy hát Máté Imrének a könyve az néprajzi mű, nem pedig mezőgazdasági mű, és én, mint mezőgazdász, aki az ökológiai mezőgazdasággal is foglalkozom, rengeteg nemzetközi konferencián részt vettem, Máté Imre néprajzi munkájában néhány mondatban olyan tömören van összefoglalva azt, amit nagyon-nagyon sok konferencián, nagyon sok millió euróért állapítanak meg bizonytalanul és óvatosan a tudományipari szakemberek, szándékosan nem tudósnak mondom őket. Tehát a tudományipari szakemberek közérthetetlenül fogalmaznak meg. Az ott van leírva nagyon egyszerűen, és folytatódik az idézet, miképpen a tikölőkánya fészkét osztogatni is lázadás az ég ellen. Mert ugye a parasztember hol védheti meg a tyúkjait a kányától? A baromfi udvarban. De az, hogy ez teljesen helyes. Vagy hogyha jön a róka, és én vagyok a gyorsabb és agyoncsapom, ezzel róka nemesítést végzek. Hát ne szaporodjon tovább a lassú róka. Hát ez a rókáknak se jó. De az, hogy elmegyek a róka után, megkeresem a kotorékát, elhelyezem a mérgezett csalétket, vagy a kotorékebet beeresztem oda, ez már lázadás az ég rendje ellen. A baromfi udvarban agyonüthetem, az az én területem, mert ott meg kell védenem a tyúkjaimat. De a róka lakása az a róka területe. Oda nem. Hogyha kirándulóként oda megyek, akkor csendesen és tisztelettel kell oda menni. A rókát a Jóisten teremtette, és megvan rá az oka, hogy megteremtette. Hogyha nem tiszteljük Isten teremményeit, akkor nagyon-nagyon komoly szak, nagyon-nagyon magas trónnal fogunk szembeszállni. Amit nem javaslok senkinek, bár aki kíváncsi, az igyekezzen a természet rendje ellen, vagy Isten törvényei ellen nyugodtan lázadni, megkapja azt a bölcsességet, amit a fiatalember megkapott a lakókocsiban. És a Jóisten szeret bennünket, tehát innentől kezdve nyilván halála után őt is kebrére, ezt a fiatalembert is kebrére öleli a Teremtő. Tehát a történetnek mindenképpen jó a vége, csak kérdés, hogy kinek mekkora varga betűket van kedve tartani, miközben visszatér Teremtőjéhez. Na, tehát én is visszatérek akkor az állatokhoz. Határolódjunk el, vagy ne is elhatárolódni, kerüljük az állatvédőket, nővédőket, gyerekvédőket, mindenféle védőket, mindenki a saját hatáskörében tegye meg azt, ami tisztességes, és ami még nem kényszeredett lépés. Tehát a jó lépéseket az ember könnyen megteszi, fáradtsággal, nehezen, de jól esően teszi meg. Amit az ember csak önmagának a kemény megerőszakolásával tud megtenni, az nem jó. Az zsákutca, annan vissza kell majd fordulni. Nem baj, a zsákutcában is vannak szép épületek, ott is lehet tanulságokat szerezni, de hogyha valaki nem várost akar nézni, hanem végre az élet tisztességes útját járni, annak nem kell a zsákutcákba bemenni. Az, ahogy Gábor is mondta, hallgasson a szívére. De vigyázzunk, mert a szív is átverhető. Tehát ahhoz, hogy az ember hogy az ember ne csapja be saját magát, vagy a külső kísértések ne tudják becsapni, ahhoz a testnek, szellemnek, léleknek együtt kell ráadni a jóváhagyását. Hogyha a háromból már csak kettő fogadja el, az már zsákutca. Tanulságot lehet szerezni, de hogyha valaki végre az utat akarja járni, akkor mind a három jóváhagyására szüksége van. Köszönöm szépen a figyelmet, ha van kérdés, akkor válaszolok.